Köszönjük szépen! Köszönjük! Hát először is sziasztok! Sziasztok! Ő itt mellettem Hannus, én vagyok Szandi, csak így röviden, tömören. Mi szoktunk együtt is alkotni, meg hát egy egyetemre jártunk, és azóta se hagytuk abba ezt szerencsére. Igen, meg szobatársak is voltunk, így aztán. Igazából. Összekötött minket az alkotás, a közös történetírás. Igen, és ki is hatott egymásra a munkánk. Igen. Beszélsz egy picit a stílusról? Ja, hát az anime stílusról. Hát ugye minket az animék, mangák világa inspirált a rajzolásra régebben is. Meg hát ugye, ami engem így személyesen elsősorban, az még a rajzfilmek, mert mindig az volt egy hatalmas nagy álmom, hogyha én megszerzem a szükséges képességeket és skilleket, én rajzolni szeretnék, és animációkat készíteni. Nekem mindig ez volt a nagy álmom. Drága, te meg úgy tudom, hogy képregényrajzoló szerettél volna lenni, vagy valami ilyesmi. Igen, webtoon rajzoló, de igen. Ez még egyelőre születhetetlen van. Hát igen, ez még alakulóban van, nekem is az animáció, Hannusnak is ugye a képregények. Főleg, hogyha az ember egyedül csinál egy animációt, akkor elég lassan halad vele. Igen. Ezt sohasem egy ember munkája, ez mindig csapatmunka kell, hogy legyen, de hát egyelőre még legfeljebb csak így kettesben tudunk alkotni ilyen téren. És hát, mint mondtam, az animék, mangák világa inspirált minket, rengeteg anime sorozatot néztünk, mi igen. is különböző mangákat olvastunk el. Hannusnak van egy egész komplex kis gyűjteménye figurákból is, minden artbookokból, amikből szintén nagyon sokat lehet tanulni a különböző alkotók stílusairól. És akkor ezekből, ahogy figyeltük a különböző alkotók munkásságát, mi is így ollóztuk össze a sajátunkat lényegében, hogy rátaláljunk arra a stílusra, amiben mi otthonosan mozgunk. És akkor tényleg, Hannus, mesélj esetleg, hogy milyen eszközöket szoktál használni, milyen gépen rajzolsz. Ezt mondd el a többieknek például, mert ez érdekes, hogy aki digitálisan szeretne rajzolni, milyen eszközöket használjon hozzá. Én szinte csak digitálisan alkotok, tehát papíron már egyáltalán nem. Én a PaintTools-ai rajzprogramot használom, ami egy elég hát régi rajzprogram, de még mindig nagyon jól megállja a helyét az ilyen stílusú alkotásokhoz. Egyfajta Photoshop alternatívaként igen. fel lehet fogni. Sokkal egyszerűbb és sokkal felhasználóbarátabb, mint egy Photoshop. Ugyanakkor egy régebbi gép is könnyedén elbír vele. Igen. És rajztáblának pedig egy Wacom Mobile Studio Pro-t használok. Ugyanaz a kategória vagyok én is, hogy fontos számomra, hogy a képernyőn lássam, hogy mit rajzolok. Te pedig? Hát igen, én ugye iPad-en rajzolok. Az, hogy került hozzám ez az iPad, ennek is megvan a maga története. Én ugye óvodáskorom óta imádok rajzolni, és én tradicionálisan kezdtem, és mind a mai napig alkotok a tradicionális módszerekkel, filcekkel, színes ceruzával, festékkel, mindennel, ezt azóta se hagytam abba, mert ez hatalmas nagy szerelmem még mindig, meg én ilyen irányú középiskolában is tanultam. Szóval a Győri Tánc és Képzőművészetiben, ahol ugye szereztem egy grafikus OK és végzést is, de ugye ott a hagyományos nyomtatási eljárásokat is tanultuk, szóval ezekkel is képben van az ember, hogy milyen egy linoleum metszet, fa metszet, rézmetszet, rézkarc, különböző nyomtatási technikák, mint a litográfia, de ugye ezek most már kifutottak az időből, mert ma már sokkal fejlettebb nyomtatók és nyomtatás technika van, úgyhogy mondjuk úgy, hogy én később tanultam ilyeneket, amikor már nem lehet hasznosítani ezt a tudást. Igen, de alapvetően pedig szükségesek ezek. De alapvetően fontos igen. és szükséges, igen. Már csak azért, hogy tisztában legyen az ember a színekkel, a különböző nyomtatás technikákkal. Közben látom, Hannus elkezdte. Igen. Sketchet dolgozol ki, vagy line artot? Line artot. Én alapvetően két rétegben, vagy három rétegben szoktam a vázlatokat csinálni. Az első az mindig csak egy anatómiai vázlat, tehát azon nincsenek részletek, azon nincs rajta a haj sem, meg semmi. Utána kezdem el szépen lassan ráépíteni a részleteket, és utána van egy harmadik vázlat, ami most ott kint van, csak nem igazán látszik. Uh-huh. Az már egy harmadik vázlat, aminél már igazából a részletek is. Igen.
hozzá igen. vannak adva a rajzhoz. Ja, még valami, az, hogy így tükrözgeti Hannus. Ezt tudjátok, miért fontos csinálni esetleg egy rajzprogramban? Azért, mert ha van valami hiba a rajzon, akár anatómiai hiba, így könnyen le tudod magad ellenőrizni. Na, ez például a digitális rajzolás egyik előnye. Tradicionális rajzolásnál, ha valamit elrajzolsz, benézel, ott nehezebb ezt kijavítani sokkal. Tehát lényegében a tradicionális rajzolás ilyen szempontból kihívásosabb. A digitális rajzolás meg szerencsére megkönnyíti számunkra ezeket a folyamatokat. Amellett, hogy amúgy nem sok eszközre van szükséged, egy ilyen tollon kívül, meg mondjuk esetleg egy tableten, vagy egyéb más rajzpeden kívül. Ugyanakkor gyakorlatilag igen. szinte bármilyen rajzeszközt tud utánozni a digitális. Igen. Azért nyilván a tradicionális technikáknak is megvan a maga varázsa, azokat se vessük el, érdemes őket megtartani. Például az előttünk lévő előadó a Gábor, hogy ő még mindig, ez nagyon tetszett benne, hogy tradicionális módon így lapra elkészíti a sketcheket, befotózza és úgy dolgozza ki. Ez is egy jó metódus. Szokott ilyet is csinálni az ember, meg ha kell, akár használhatod a saját testedet is fotók alapján referenciaként, vagy az interneten böngészel már kész referenciapózokat. Vagy van a Design Doll és bármilyen más. Igen, a Design Doll, ez is egy nagyon jó program, ahol lényegében 3D-s modelleket tudsz létrehozni, és akkor azok alapján tudod a pózokat megalkotni. Visszatérve még arra a vonalra, hogy tradicionálisan kezdtem ugye alkotni, és én is, amikor először digitálisan kezdtem alkotni, az egérrel történt és paintberajzolással. Aztán a következő lépcsőfok, amikor lett egy kis géphez csatlakozható picim vacuum intuos táblám, de ugye ott úgy rajzolt az ember, hogy így rajzol a képernyőre, és nézi elől a monitoron, ami megjelenik előtte. Ez egy kicsit nehéz, főleg a tradicionális után átállni arra, hogy nem előre nézel, hanem felfelé. Ilyen szempontból sokkal jobbak ezek a táblák, ahol a képernyőre rajzolsz, és látod is, hogy mit csinálsz. Mint például az iPad. Én ezt egyetemen láttam, hogy használta az egyik ott tanuló srác, és nekem annyira megtetszett, hogy nagyon pontosan fog a... Mármint, hogy pontos nagyon a kijelzője, meg a toll. És nekem annyira megtetszett, hogy milyen könnyű vele rajzolni, hogy onnantól kezdve én szerelmes lettem az iPad-be, és úgy döntöttem, hogy ezzel fogok digitálisan alkotni. És én általában ezen egy ingyenes programot használok, ezt a sketchbookot. Mert lényegében minden igényt kielégít, olyan, mint a szai. Igen. Emlékszem, az óriási nagy hiányom volt, amikor átálltam a kis vakom tábláról az iPad-re, hogy ezen nincs szai, nem elérhető ez a program, amit Hannus használ. Igen. És én is ezzel tanultam meg digitálisan rajzolni. És nekem először nagyon hiányzott, de szerencsére a sketchbook ki tudta tölteni az űrt. Miközben átugrom a folyamatot, a line artot, mert gyakorlatilag ez, amit most csinálok, tehát ugyanez, csak jó hosszú időn keresztül. Aha. Én már előkészítettem. Ja, hogy már előkészítetted így. Igen. Jól van. Előre dolgoztál. Nekem még csak egy ilyen sketchem van meg. Két kis karakteremről, Dorothy-ról és Richardról. Majd az ő történetüket szeretném elmesélni. Úgyhogy én igazából színezni, meg festeni fogok. Hát... Fogjuk rá. Ne vágyunk. Közben újra csatlakoztatom a kis tollacskát. Párosítom, igen. Nekem egyébként van egy színvázlatom. Na. És most működik, szuper. Ja, én is ilyen színes sketchekből, vázlatokból szoktam kiindulni, hogy van egy ötlet, egy koncepció a fejemben. Mondjuk pózokhoz már nem mindig használok referenciát. Vannak olyanok, amiket már fejből is meg tudok rajzolni, mint például ez, mert ez egy viszonylag egyszerű póz számomra már. Még akkor is, ha fiúkat annyira nem tudok rajzolni, inkább lányokat szoktam. Szóval ez egy viszonylag egyszerű póz, amit fejből is össze tudok rakni, és ezt lényegében a középiskolában felszedett anatómiai ismereteknek köszönhetem, hogy mert mi rengeteget tanultunk az emberi anatómiáról.
meg mi tanultunk ugye hagyományosan portrékészítést, aktoknak a festését, készítését, mindent. Viszont mindig azt mondta az egyik tanárom, hogy az anatómia szabályait nem azért tanuljuk meg, hogy betartsuk őket, hanem azért, hogy megtanuljuk, hogyan kell őket helyesen megszegni. Úgyhogy itt ez a lényeg igazából. Mert lényegében, ha belegondoltok, az anime manga karakterek nem a hagyományos emberi anatómia alapján vannak ábrázolva. Sokkal nagyobb a szemük, aránytalanul kicsi az orruk, eleve nem az emberi arányoknak megfelelő sokszor, ahogy meg vannak rajzolva. Legalábbis a mi hagyományos standard emberi anatómiánk szerint. Hát viszont nagyon el vannak túlozva egy anime karakternél. Igen, túlzások vannak benne. Viszont ezek így direkt úgy vannak átalakítva, direkt úgy van minden arány eltúlozva. Hogyha így fogalmazunk, hogy az esztétikus legyen igen. A szem számára. Szóval ezeknek megvan egy ilyen szabványa, hogy hogyan kell úgymond torzítani az anatómiát hozzá. Én a kezeknél gyakorlatilag mindig szoktam egy picit csalni, így visszatérve a design dollra, hogy ja, olyan szempontból borzasztó hasznos program, de ezeknek vannak androidos alternatívái is mobiltelefonra, hogy minden egyes ujjat egyesével külön-külön lehet mozgatni, és gyakorlatilag bármilyen custom kézbeállást létre lehet benne hozni. Van egy icipici lag az én képernyőm és a kivetítő között, úgyhogy nem biztos, hogy mindig azt látjátok, amiről beszélek. De ez nagyon sok mindenféle szempontból hasznos segítség lehet, hogyha valaki küzd például a kezekkel, vagy bármilyen anatómiai problémával. És a kezekről azt érdemes még tudni, hogy ez különösen nehéz az emberi anatómián belül jól megrajzolni őket. Lehet sokféle módszert használni rá, vagy hogy design dollban megtervezed lényegében a kezeknek a pózát. Ez az egyik módszer. Vagy a másik dolog, hogy rengeteg kezet másolsz, ilyen különböző rajzokat. Vagyis egy szemeszter alatt 100 vagy 150 kezet rajzoltunk meg végül? Körülbelül, szóval rengeteg kezet rajzoltunk, már csak azért is, hogy megmaradjon ez a fajta emlékezet az emberben, hogy újra le tudja rajzolni azt, amit lát. Közben arra gondoltam, én is elkezdek itt line artot kidolgozgatni, de semmiképp sem valami... Meg hát én line arthoz, meg rajzoláshoz is egy ilyen ceruzaszerű ecsetet szeretek használni. Ez kényelmes és jó. Én rengetegféle ecsetet használok. Alapvetően mindegyiket másra. És amikor már tudom, hogy mit, hogyan kell rajzolni, akkor jöhet a line art. Na de mesélj, drága asszáiban, például hogyan alkotsz ecseteket, mert az egy nagyon érdekes metódus. Húha. Hát igazából megvannak az alap ecset típusok, amiket ugye enged módosítani. És akkor ezekből lehet saját külön ecseteket létrehozni, az alapján, hogy mondjuk adunk neki textúrát vagy formát, és akkor ezekkel lehet, de igazából a programon belül lesz kötött valamilyen szinten. És én, hát az én verziómban már nagyon sok saját ecsetet bele tettem, amit... Tehát igazából az a jó ebben a programban, hogy a... Hogyha mondjuk valaki streamel vagy YouTube-ra felrak videót, és az ecsetbeállításokat látni oldalt, akkor egy teljesen custom ecsetet, tehát egy teljesen saját ecsetet is le lehet másolni anélkül, hogy mondjuk letöltenénk, hogyha megvannak hozzá a paraméterek. Tehát bárkinek az ecseteit idézőjelesen el lehet lopni a paraméterek alapján, mert amit oldalt, majd mindjárt oda megy az egér. Amit oldalt van, ott vannak azok a paraméterek, amik ugye az ecsetbeállításhoz tartoznak, és igazából csak azt kell tudni felismerni, hogy a létező ecsettípusok közül melyik lehetett az alap, és azokhoz kell hozzátenni ugye a saját beállításokat.
És a te programodban ez hogyan működik? Na, a sketchbookban ez úgy működik, hogy vannak ilyen alapvető ecsetek benne, de ezt most kikapcsoljuk, ez nem érdekes. És akkor ezeknek lehet ilyen speciális beállításokat vagy paramétereket adni. Mondjuk itt volt ez a kis szimpla ceruza ecset, és akkor ennek mondjuk annyi beállítást nem lehet adni, mert nem mindegyiknek itt nagyon változó. De itt van például ez a fajta ceruza. Egyrészt itt lehet még a többi ecset közül válogatni. Ja, látszik, jól van. És rengeteg féle van. Mondjuk akár olyan, ami egy 9B-s ceruzát leutánoz. És az mondjuk ilyen. Ez ilyen kis cukkerka. Tessék, Hannus, itt leszel, jó? Köszönöm. Na jó, nem, csak hülyéskedek. Szóval rengeteg féle ecset van, és ezeket különböző féle módon lehet szerkeszteni. Ugye ez ennek a 9B-snek mondjuk az alapja. És akkor lehet így a nyomás érzékenységén változtatni. Hogyha nagyon erősen rányomod, akkor mondjuk ilyen vastag legyen, de ha vékonyan, akkor ilyen kisebb. Lehet azt is, hogy nyomás érzékenységre inkább vékony legyen, még hogyha nem nyomod rá annyira, akkor legyen egy kicsit vastagabb. Szóval ilyen beállításokat lehet állítani az opacitásán, így különböző a végeinél, a közepénél. Szóval rengetegféle beállítás létezik egyébként ezeknél az ecseteknél, és annyira személyre lehet szabni, hogy te mit preferálsz, hogyan szeretnél rajzolni. Van ilyen nyomás, akkor tényleg annyi félét lehet hozni benne. Csak itt nincs konkrétan olyan, hogy le tudnám másolni ecseteket. Mm-hmm. Mert hát ugye iPadről például nem lehet Twitchre streamelni. Szóval ott ez az opció ki van zárva sajnos. Tehát mondjuk ehhez a programhoz mindenféleképpen le kell töltened a cseteket ahhoz, hogy esetleg tud használni. Uh-huh. Vagy az, hogy letöltesz a cseteket, vagy a meglévőeket személyre szabod lényegében, úgy, ahogy neked kényelmes használni őket. De mondjuk az a jó, hogy ezt meg lehetett tenni a szájban is. Ezt nagyon-nagyon imádtam benne. És akkor tényleg úgy tudsz alkotni, ahogy a számodra legkényelmesebb. Közben látom, Hannus, már így felpakoltad az alapszíneket, ja, és igen, már nem így... nem tudom, mennyi látszik egyáltalán a kivetítőn. Igen, mert alapvetően nagyon pasztelesen szoktál rajzolni, uh-huh. De ez a képernyő, ez még sajnos nem igazán adja vissza jól a színeket. Á, nem baj, majd mindjárt úgyis eljutok a hajhoz, és akkor az kicsit jobban fog látszani. Hát ez és az. Nagyon reméljük. Egy közkedvelt téma mostanában így az emberek között, ez az egész AI. Ja, igen, az AI hogy téma, hogy nagyon sok művész és rajzos kicsit háttérbe szorítva érzi magát ugye az AI által. Igen, ez a jó szó, vagy nem is tudom, talán úgy, mintha elvennék tőle ezt az alkotást lényegében. De valójában az AI nem azért jelent meg, hogy leváltson téged, vagy bárki mást. Inkább úgy kell felfogni, mint egy segédeszközt, ami hozzájárul a te alkotásaidhoz. És akár tetszik, akár nem, ez most már igazából itt lesz az életünk része, lesz az AI, és egyre több mindenben alkalmazni és használni fogják, és része lesz ugye az industry-nak is, tehát hogy igazából elkerülni sem lehet majd egy idő után azt, hogy az emberek majd integrálják a munkájukban. Tehát a részévé válik majd az alkotási folyamatnak az a segítség, amit ugye az AI nyújthat, csak ugye megfelelőképpen kell használni, meg kellő, hogy is mondjam, kellő odafigyeléssel és tisztelettel, mert ugye hatalmas problémák vannak azzal, hogy az AI egyáltalán honnan szedi össze azt, amit összeszed.
Hát igen, ez ilyen szerzői jogi kérdéseket igen. vonhat esetleg maga után. Bár itt is feltehetjük azokat a kérdéseket, hogy vajon létezik-e olyan póz, olyan rajz, vagy olyan alkotás, amit még soha senki sem készített el. A művész közösség egy bizonyos része elég mereven áll ehhez a igen. témához. Hogy... Nyilván létezik az egyediség is, de sok tekintetben csak ismételjük a múlt bizonyos variációit. Biztos lehetsz benne, hogyha valamit megrajzolsz, azt előtted már valaki megrajzolta ezen a világon. Azt szokták mondani, hogy nincs új a nap alatt. Igazából csak tisztán kell bánni azzal, hogy az ember honnan veszi az inspirációt, mit használtunk esetleg referenciának. Igen. Meg hát ugye referencia meg másolás közt is van különbség. Igen. Másolás mondjuk annak minősül, amikor van egy rajz, és te egy az egyben azt lényegében újraalkotod. Az is egyébként minden... egy jó az is tanulási egy... módszer lehet. Igen, igen. Tehát, ez fontos megemlíteni. Semmi probléma, mert régen is így képezték a festőmestereket. Hát igen. Régen is ugye úgy tanították az embereket a különböző akadémiákon, hogy másolni tanították meg őket. Az akadémikus festészetnek ez egy nagyon nagy jellemzője volt, hogy tényleg megtanították az embereket arra, hogy hogyan tudjanak valamit élethűen lemásolni. Csak ugye az akadémikus módszerek még valamennyire idealizálták is ezt a dolgot. Mindent az ókori görög testarányok alapján építettek fel a festményeken. Amúgy most is, ha anatómiáról van szó, meg ha művészeti iskolában anatómiát tanítanak, akkor... ezeket a hagyományos görög arányokat szokták elővenni az oktatásban. Például két szem között a távolság mindig pontosan ugyanakkora, mint a te szemed. És ez minden egyes embernél így szokott lenni, kisebb-nagyobb eltérésekkel lehetnek aránytalanságok, persze. Az adja meg a karakterét egy... Igen, ez adja meg a karakterét egy embernek. Ezért van az, hogy nem nézünk ki minden ugyanúgy, és nem egy ilyen szabványra készült robottársadalomban élünk. Szóval ezek a kis eltérések alkotják lényegében az egyediséget. Aztán ugye ezzel az akadémikus szemlélettel szakított lényegében a művészettörténetben az új művészeti ágak megjelenése. Amikre ugye azért is volt szükség, hogy a művészet megújuljon, mert ez valamikor az 1800-as években volt, hogy megjelentek ugye az első fotográfiák. És ugye ezt a művészvilág, akkor ezt a modern technológiát, akkor modern technológia volt, most már ez igen. olyan mindennapos, hogy fotókat készítünk, de ezt fenyegetésnek élték meg. Pont ugyanúgy, mint most az AI-t. Igen, ugyanúgy, mint most az AI-t, mert hogy ez elvette, vagy elveheti nagyon sok festőművésznek ugye akkoriban a munkáját, hogy régebben, ha egy család portrét szeretett volna, akkor hivattak egy festőt. De később már elég volt egy fényképészt hivatni. Ehhez a tevékenységhez. Sokkal gyorsabban és pontosabban megragadta a karaktert. Igen. Ezért a művészetnek újra kellett magát értelmeznie. És lényegében az AI is egyfajta kihívást fog adni a művészeknek, meg a művészetnek, hogy újra értelmezze önmagát. Kérdés, hogy majd hogyan veszi a művésztársadalom igen. a kanyart. De az sem szabad, hogy a fejünk fölé nőjenek ezek a különböző technológiák. Az embernek mindig meg kell őrizni a kreativitását és a szabadságát. Szóval mi csak használjuk ezeket az eszközöket, de semmiképp sem lehetünk rabjaik. Mint ha még valamit akartam volna mondani. Így az AI-jal kapcsolatban, vagy a... Hát nem tudom. Most egy kicsit interaktívan megkérdezném, hogy szeretne valamelyik őtök esetleg ilyen rajzos irányban tovább tanulni, vagy ezzel foglalkozni később a jövőben? Te igen? Ilyen terén is, de
Persze még nem nagyon kicsődik, azért még bármi lehet. Persze. De az jó, ha szeretsz rajzolni, alkotni, de vagy... szeretnék fejlődni az amatőrön. Igen. Mindig azt szoktam mondani, hogy igazából... Mindig azt mondták az embernek, hogy tehetsége van, de én sohasem éreztem azt, hogy tehetségem lenne bármihez. Én csak egy dilettáns vagyok, aki mániákusan mindig ezt csinálta egész életében, és akkor így tanultam meg rajzolni is. Tehát a gyakorlat számít főleg. Szóval, ha ezt szereted, akkor csináld, gyakorolj, és egyszer nagyon profi leszel. Közben itt elkezdtem foglalkozni én is a lineárttal. Csak olyan nehéz egyszerre két helyre koncentrálni, hogy most itt rajzolgasson az ember, vagy mondjon is bizonyos dolgokat. És egyébként te az animációidhoz milyen programokat használsz? Mert hogy te animálsz egy kicsit többet azóta is, mint én. Igen. Hát én maradtam az egyszerű, de nagyszerű, régi bevált megoldásoknál, még mind a mai napig a frame-by-frame animációkra esküszök, és én, ha készítek is animációt, úgy készítem, hogy itt sketchbookban megrajzolom a képkockákat fázisról fázisra, tartson ez akár meddig is. És pedig általában jó sokáig tart. Én egy kicsit a másik véglet vagyok ebből a szempontból, tehát a frame-by-frame animáció is igen. Igazából, tehát hogy azt is tanultuk, és azt is kell ismernünk. Itt. Hát én ezeknek a hagyományos technikáknak voltam a szerelmese, mert például egyetemen tanultunk 3D-zni is. Uh-huh. A Blender tanultuk főleg, és annak a használatát, de... Én egy kicsit lélektelennek éreztem, hogy nem rajzolhatok. Na igen. Ezek korábbi iskolás munkák az egyetemről. Uh-huh. Ja, igen, erre emlékszem. Én főként vonalas animációkkal foglalkoztam, még az egyetemen. Most már inkább spline animációk felé tolódtam el, vagyis még próbálkozom, még tanulom. Az egy kicsit más metódussal készül, az ugye csontozásos animációval dolgozik. Hát igen, mert most már rengeteg program és lehetőség áll az emberek számára nyitva. Igen, ott ugye nem a csontozásos animációnak az a lényege gyakorlatilag, hogy nincs szükség arra, hogy minden egyes képkockát külön-külön megrajzoljunk, hanem ez például volt egy ilyen sűrűség és súly tanulmány. Aztán a beachballig már nem jutottam el. Tehát ugye ezeknél a típusú programoknál az a lényeg, hogy felcsontozunk egy-egy adott részt, és a csontoknak a segítségével lehet mozgatni képkockáról képkockára. És ahhoz kell megadni paramétereket, és nem kell minden egyes képkockát külön újra és újra megrajzolni, hanem a paraméterek közötti különbségeket kell megadni a programnak, és a program a többit kiszámolja. Még ugye a frame-by-frame animációnál gyakorlatilag minden egyes mozzanatot, minden egyes képkockát külön-külön meg kell rajzolni. Tehát annak kifejezetten az a nehézsége. Kicsit időigényesebb. Ugyanakkor ezeknek a csontozásos animációknak sajnos ugye megvannak a határai. Tehát bizonyos dolgokat egész jól létre lehet vele hozni, másokat kevésbé.
Hát igen. Én meg inkább mindig ezekre a tradicionális módszerekre esküdtem. Szerettem, meg én úgy szeretek elszöszölni az apró részletekkel. Jó, mondjuk ezt a lájnátot, mire befejezném, igazság szerint lemegy ezzel a nap, de közben mutatok mást is. Közben hozzányúlok mindjárt a színvázlathoz, mert nem emlékszem, melyik zöldet használtam. Ja. Néhányat így le is mentettem így a rajzaimból, amiket készítgettem a hosszú évek alatt. Jó, mondjuk ezek zömében inkább fanártok. A háttereket meg a karaktereket én mindig külön kezeltem, egy ilyen önálló témaként. Én igazából most kezdem tanulni, hogy hogyan kellene összevonni magát a hátteret uh-huh. és a karaktert. Ezt nem mondom, hogy... Hát igen, a háttérfestészet is egy ilyen külön kategória. Ja, ez nem érdekes, az egy ilyen... Ja igen, egy mamikát rajzoltam még így újjal tegnap. Ja, mert amúgy az az érdekes, hogy így az iPad-en nyugodtan dolgozhatsz újjal is, de jobban megéri ceruzával, mert értelemszerűen úgy jobban tud az ember rajzolni. Meg majd egy leendő animációhoz annó készítettem egy ilyen kis karaktertervet. A kis dizájnját és ruháit. Jaj. Ja, mondjuk igazából itt még ugyanaz az arc kifejezése. Az egy másik téma, amikor különböző arc kifejezéseket és érzelmeket próbál az ember adni egy karakternek. Én közben, itt az előbb egyszer elrontottam, de most meg is mutatom. Igen? Mit? Hogy ugye ezt a clipping groupot használom, aminek ugye gyakorlatilag az a lényege, ugye, tehát uh-huh. ezekben a digitális programokban mi úgy dolgozunk, hogy layer rendszerrel dolgozik, tehát azt úgy kell elképzelni, mintha átlátszó mondjuk üveglapok lennének, és ugye azokon rajzolunk, és elkülöníti őket egymástól, tehát bizonyos dolgokat... amik külön rétegen vannak, azokat, tehát azokhoz nem tudunk hozzányúlni. És meg lehet adni a programnak, hogy bizonyos dolgokat mondjuk egy adott layernek a kijelöléséhez kösse, és én az előbb elkezdtem úgy színezni, hogy igazából mindenfele. És ugye ez a maszkolás vagy clipping group, ez ugye ezt akadályozza meg, hogy azon a layeren kívül kifussak, amin éppen dolgozom. Ez nagyban megkönnyíti így a munkát. És gondolom, te is azt használod így a... Hát én is általában ezt szoktam, igen. ...folyamatokban. De ugye én most még kicsit hátrébb tartok, mint te ilyen szempontból, szóval még ugye a line art-tal szórakozom. Mm-hmm. Aztán ez is így eltart nálam egy darabig, sőt ez jó sokáig. Nálam talán tényleg a line art tart a legtovább. Az mindig a legtovább tart egyébként minden egyes rajzán. Jó, mondjuk most nem is az, hogy egy ilyen nagyon pontos line artot készítene az ember, inkább csak egy ilyen félig meddig vázlatosat. Ennek talán az az elénye, hogy utána élőbbnek érzik a rajz. Sokszor érzem azt, hogy az ember túl dolgoz egy-egy rajzot, és akkor már nem annyira érzik élőnek. És te hányféle árnyékot használsz mondjuk egy munkán? Annyira sokat nem. Én nagyon egyszerűen szoktam hozzáállni ehhez a kérdéshez. Meg szoktad-e határozni a fényforrást, amikor elkezdesz egy rajzot? Van egy meghatározott fényforrás. Általában ez egy irányból szokott történni, vagy néha többből is. Hát ez nagyon változó. Én ennek pont az ellentéte vagyok, én nem határozok meg már igazából fényforrást egy ideje. Találtam egy olyan metódust, aminek gyakorlatilag az a lényege, hogy mindenhonnan jön fény, és az a lényege magának ennek a módszernek, hogy úgy kell
meghatározni a formákat, hogy az a szemnek leginkább értelmezhető legyen, meg leginkább esztétikus. Nem muszáj, hogy szabályos legyen az árnyék, tehát nem muszáj, hogy akár egy fényforrás meghatározható legyen általa. Viszont magát a képnek a megértését valamilyen szempontból segíti. Tehát elkülönít bizonyos dolgokat a képen. Mint például most, ahogy a hajnál megcsináltam a hátsó rétegeket, igen. Az is egy ilyen, az is erre a módszer. És a színezést így külön rétegekre szoktak csinálni? Én mindent külön rétegre csinálok. Na, én a másik véglet vagyok, aki mindent egy rétegre készít. Egy rétegen van a vázlat, egy rétegen van a lájnát, és egy rétegen lesz rajta a színezés, bárhogy is sikerül. Kivéve a különböző elemeknél, szóval de egy elemen belül az árnyékolás, a fény, azok mind egy rétegen vannak. Szóval egy rétegen van a haj. Van külön egy réteg a bőrnek, meg külön általában a ruháknak és a kiegészítőknek, hogyha van. És akkor ennyi ilyen kis egyszerűen indulok ki mindig ebből a kérdésből. És egyébként iPad-en te használsz valamilyen másféle programot is a munkához, vagy csak ez az egy, ami jól bevált? Én megelégedtem a Sketchbook-bal. Annó még kipróbáltam a Procreate-et is, de az számomra inkább úgy vált be, mint animáló program, nem mint rajzoló program. Amúgy gyönyörűeket lehet benne festeni, rengeteg ecsetje van meg minden, de inkább az animációkhoz szeretném majd használni a jövőben. Most közben csinálok egy effect layert. Hoppá! Meg aztán sokszor nem követem a vázlatot, szóval néha van, hogy a line artnál én így megszoktam magam gondolni, és aztán máshogy rajzolok meg dolgokat, mert máshogy jobban tetszik. Szóval nem követem szigorúan a line artot. Inkább ez egyfajta segédlet szokott lenni a számomra, hogy körülbelül tudjam, mit szeretnék rajzolni. Meg hát azon gondolkozom, mit mesélhetnénk, még nagyon sok dolog van, ami számunkra egyértelmű, és nem is kell, vagy úgy érzi az ember, hogy erről nem is kell beszélni, de aztán lehet, hogy mégiscsak van valami kérdése bárkinek is. Hogy az, hogy tehát tényleg nyugodtan lehet kérdezni, hogy mi történik, miért úgy csináljuk, miért nem csinál a program bizonyos dolgokat, amit mondjuk papíron másként csinálna. Én mondjuk én a digitális rajzoláshoz is még mindig úgy állok hozzá, mint a papírlaphoz. De amúgy pont ezt szeretem például az iPad-ben, hogy egy-egyben ugyanazt az érzést adja, mintha az ember papírra rajzolna. Azt leszámítva, hogy itt bármikor vissza tudok vonni vonalakat, ha nekem úgy tetszik, és akkor így vissza tudom jó sokáig így építeni a dolgokat. De ez most mindegy, most nem vonogatunk vissza. Meg hát ugye, ami a legjobb dolog a digitális rajzolásban, hogy az ember kijelöl valamit, megfogja, és akkor kedvére elpakolgatja. Vagy épp tükrözi, vagy... Például megrajzolsz egy kezet, de rájössz, hogy mondjuk nem jó helyen van a váll, és odébb kellene tenni az egész kezet, akkor nem, igen, kell az egészet kiradírozni, mint a papíron, hanem kijelölöd, és mondjuk át tudod tenni teljesen más helyre. Szóval én például úgy adaptálódtam az ilyen különböző tabletekhez, meg ehhez a fajta technológiához, hogy most is tradicionális módon alkotok, csak megkönnyítem a saját munkámat vele. És visszatérve az AI-ra, ennek is ugyanezt a funkciót kell ellátnia. Megkönnyíteni az emberek dolgát, és semmiképp sem elvenni a feladatukat. Hát ugye kérdés, hogy melyik irányba fog majd ez az egész elmozdulni. Alapvetően hát ugye nagyon sokan nagyon borúsan látják ezt az egész AI témát. Én egyelőre inkább érdeklődve figyelem, hogy, hogy mi lesz ebből végül. Hogy egyáltalán fognak-e bármilyen szigorítást alkalmazni ezzel kapcsolatban, vagy
megmarad olyannak, amilyen. De az biztos, hogy igazából egyre több helyen használják, így akár játékkészítésben, tehát egyre több helyre azt lehet mondani, hogy egyre többször érzik azt az emberek, hogy szükség van rá, és megkönnyíti a munka folyamatokat, maga az AI. Felgyorsítja ténylegesen, mert sajnos nincs mindenre ideje az embernek, és nincs idő mindig minden variációt elkészíteni. Nem is igazán mindig vannak meg hozzá akár az erőforrások ahhoz, hogy... Igen. Közben készültem egy színvázlattal. Ó! Egy sokkal könnyebben. Hát én jó lassan haladok így a kis egyszer, magam tempójában. Mindig szoktam először egy színvázlatot készíteni, amihez úgy bátrabban hozzá tudok, hogy hozzámerek nyúlni, mert amikor már ennyire kötött, mint maga a line art, akkor igazából már félek bizonyos dolgokat beletenni, félek nagyobb árnyékokkal gondolkozni, mint egy színvázlatnál. Tehát a színvázlatnál azt szeretem, hogy csak úgy össze lehet gyakorlatilag csapkodni, és ami nem működik, azt leveszem róla, vagy tehát leszínezem, hogy a színvázlatoknál általában egy-egy rétegre dolgozom, tehát az egész egyben van, és gyakorlatilag átfestem, hogyha ha valami nem működik. Így ellenben, amikor már ugye a készalkotáson, vagy a... Hát igen, a készalkotáson dolgozom, akkor már sokkal kötöttebb mentalitásra állok hozzá, és akkor már nem szeretek nagyobb változtatásokat hozni rajta. Pedig igazából félni sohasem kell semmitől az alkotásban. Volt egy tanárom, akinek az volt a kedvenc mondása, nincs rossz rajz, csak befejezetlen. Vagy nincs rossz alkotás, csak befejezetlen. Többnyire a shading vagy színezés, árnyékolás részét azt egy lapos ecsettel szoktam megoldani. Uh-huh. És több rétegben építem általában egymásra. És az... Esetleg mondjuk mesélhetnétek a grafikai szerkesztésekről, mondjuk a grafikus fordításokról, vagy valami ilyesmi. Ja, igen. Én ugye készítettem több ilyen grafikai fordítást különböző youtuberek felkérésére, meg van egy ismerősöm, aki YouTube-on Nani néven szokott covereket énekelni, és akkor az ő egyik fordításához is készítettem rajzokat. Bár azt lehet, hogy nem tudom megmutatni, mert nem hiszem, hogy elég stabil az internet. De lehet, hogy mégis. Ja, hát ez volt az. De ezt nem játssza le most. Na mindegy. Szóval így általában baráti felkérésre szoktam készíteni különböző videókhoz rajzokat, vagy akár animációkat. Meg hát, ha már pont kérdezted, neked is szoktam ilyen szempontból segíteni, mert párom meg inkább a szinkron világban van otthon, és akkor... Ők a kis csapatával készítenek a Hello a Boss című animációhoz is fanszinkront. Igen, itt ül a drága. És akkor grafikai fordításokban szoktam nekik segíteni. De hát sokszor az ember olyan névtelenül bujkálva tevékenykedik az interneten. Pedig volt is egy barátném, aki mindig mondogatta, hogy abba hagyhatnám végre a fióknak rajzolást. Nekem például még mindig nincs social médiám jelenleg. Ja, hát én igen. Nem töltök fel sehova semmit. De ami késik, nem múlik, igaz, drága? Egyszer majd még lehet, hogy lesz. Régen amúgy mind a ketten a DeviantArtra töltöttük fel a munkáinkat, csak amikor egy új rendszer lépett rajta életbe, megváltozott az egész weboldal, és onnantól kezdve mi csalódottan ott hagytuk az egészet. Igen, nagyon pénzorientált lett az egész oldalnak a működése, hát és nagyon sokan akkor ott hagyták. És igazából a baráti kör is eltűnt róla, meg
mert nem lehetett olyan szabadon személyre szabni az oldalakat, és ez azért okozott problémákat nagyon sok embernél. Na itt például ez az eszköz, amit használok, ez abban segít, hogyha ilyen hosszabb vonalakat szeretnék meghúzni, és esetleg beremegne a kezem valamiért, akkor ez ne történjen meg, mert ez a kis eszköz, amit így bekapcsolok, mint egy ilyen mágnes, egy adott vonalban tart, így egyenesen tartja lényegében a vonalakat, vagy utólag kiigazítja őket. Szóval ez egy jó kis eszköz például ezen belül, a programon belül. Én egyébként a fényeket azt általában mindig egy meghatározott színnel szoktam az egész alkotáson belül létrehozni gyakorlatilag, tehát vagy lilák szoktak lenni a fényeim, vagy kékek, vagy most éppen sárgák, attól függően, hogy milyen settingbe kerül a karakter. Hát igen, ez is egy ilyen alkotási metódus lényegében, hogy az árnyékoknak és a fényeknek is színt lehet adni. Ó, oh, jó van. Kirázatére. Például az ilyen nagyobb vonalaknál ez a fajta kis eszköz tényleg megkönnyíti a line art rajzolást. Igen. Hát ugye nálam az utolsó simítások azok általában azok szoktak lenni, amikor gyakorlatilag a line art fölé szoktam festeni. Így vannak bizonyos részek, ahol szeretek belenyúlni. Ez egy kicsit új a line art fölé. Egy persze adott technikától függően mindenkinek mások ezzel kapcsolatban a szokásai. Van, aki például egyáltalán nem színezi a line artot, én azt is szoktam. Egy ilyen utolsó simításként. Hát ez egyfajta ilyen, hogy mondjam, stílus kérdése is, hogy ki hogyan készíti el ezeket a rajzokat. Egyébként van még bárkinek bármi kérdése? Akármilyen témával kapcsolatban? Igen? Hát ugye említette ezt a szinkront, ugye az a csatorna, amire gondolok esetleg? Hát párom ugye az MRT és szinkronban vesz részt. Tehát csatorna neve Jézfaszín esetleg? Nem, az MRT is. Igen. A Jézfaszín már igen. A Jézfaszín sajnos felbomlott. Meg hát ugye később a kapellában is nézeteltérések voltak, úgyhogy így módon ők már nem folytatják itt többet együtt a szinkronizálást, külön utakra léptek. Hogy mik voltak a nézeteltéréseik, ilyen kulisszatitkok, mi nem tudunk annyira, nem ismerjük őket, úgyhogy... De az MRT stúdió most is viszi tovább a Hellu Babost, meg ugye ők is így elkezdtek ezzel foglalkozni. Igen. Ja, igen. De amúgy, ha szereted ezt a szinkront, Zsigi még most is szinkronizál, csak most már a saját csatornáján teszi ezt. Úgyhogy... Szóval, akik igazán szeretik ezt a szinkron szakmát, ők sem hagyták ezt abba. Amúgy a szinkronizálás végül is összefügg ugye az animáció készítéssel. Nekem mindig óriási problémám volt, hogy én így a hang
hangdizájn részéhez így egyáltalán nem értettem sohase, én csak a rajzolás részéhez. Úgyhogy ezért jó, hogy megismertem páromat, mert ő meg hangdizájnok készítését vállalja általában. Volt is már ezzel kapcsolatban fizetős megbízása meg. Meg hát ilyen szinkronokat, vagy énekes szerepeket szokott elvállalni. Hát igen. Szerintem sokakat megmozgatja újabban. Szóval, hogyha érdekel benneteket, és vannak esetleg ilyen szerverek, ahová keresnek így szinkronosan embereket, akkor érdemes ennek utána nézni, keresni a lehetőséget, mert... Azt nem tudhatod. Ki kell próbálni magad. Nem hallottam még mikrofonon a hangnak. Egyébként, ha már szóba jött ez, ahogy veszük egyébként, ahogy mondtad mindig, minden a hanggal kezdődött, és aztán jött az, amit látunk. Hát igen. Lényegében a fény tulajdonképpen nem más, mint láthatóvá vált hangrezgések. Hogyha most így a frekvenciákból indulunk ki, de szerintem ennyire. Ezt most ne fejtsük ki, igaz, Hannus? Csak azt mondom, hogy minden animációhoz is előbb hang kellett tenni, és meg. Igen, igen. Régen például az animációkat úgy készítették, hogy volt egy komplett zenemű, és akkor arra készítették az animációkat. Időközben ez megfordult, és most már az animációkhoz komponálnak zenéket. Szóval egy ilyen kis fordított játék lett a kettő viszonyában. Én közben befejeztem az alkotási folyamatot, tehát én így értem. De jó neked, drága! Szépen csendben a munkával, és így meginvitálnám a nézőket, hogy aki esetleg szeretne egy kis ingyenes szuvenírt hazavinni a saját munkákkal, az nyugodtan a kulcstartót választhat, kulcstartó, vagy kitűzőt, vagy matricát, és hoztam belőle jó pár félét, tehát, hogy ki miért szeretne, nyugodtan lehet belőle venni. Ingyenes, úgyhogy kis emléknek. Igen. Ezek igazából régebbi munkák, de nagyon szerettük őket csinálni. De. Tehát nyugodtan, hogyha valaki szeretne, akkor ide lehet jönni, a dobozban van rengeteg féle, szívesen. Saját karakter is, de van Alice figura is, különböző anime karakterek, úgyhogy sok féle van. Van Sailor Moon karakter is. Igen, igen. Körbe viszont esetleg valaki.